Közelednek az ünnepek, esetleg vannak-e ötleteid, tanácsaid a háziasszonyoknak, mi mindennel készülhetnek, vagy nem tudom, most idén van-e valamilyen trend így az ételekben, amit így karácsonyra, adventre népszerű? Igazából ugye a hal, a pulyka, ugye a kacsa, ezek meg a bárány, ugye ezek mind-mind ugye trendiek. Viszont egy időben nem szerettem én sem például az egész belső pulykát, ugye, mert akárhogy is tüzdeljük, tehát nem lesz annyira finom ugye a belsőnek. Jó, omlós lesz, szaftos lesz, de nem lesz annyira ízes, hiába ugye. Pácolik, viszont elkezdtem egy olyan dolgot csinálni, tehát olyan pácot álltok össze, amit beletudok egy olyan injekciós tubba tölteni, aminek tulajdonképpen tehát nem fém a végén, hanem műanyag. Na most avval én megszurkálom az egész pulykának a mellehúsát, és ezt a pácot például egy 3,5-4 kilós bibi pulykába kb. Egy ilyen 3 decilitelnyi ilyen folyékony pácot bele tudok közvetlen fecskendezni a húsba. És amikor ez megsül, az viszont nagyon finom lesz akkor a belső is neki például. Ez is egy ilyen technika. Csak ezeknek az a fontos, hogyha például úgy, tehát nem spékelő tűvel dolgozunk, hanem például tűvel, hogy ugye ott például darabos zöld fűszereket nem tetek bele, ugye akkor nem tudom ugye belenyomni ugye a húsba, meg érdemes beszerezni olyan, tehát ilyen nagyobb átmérőjű fecskendőt, amivel ezeket a pálcokat beletudjuk. És ez csak arra, tehát csak konyhai használata természetesen, akkor az ember félreteszi, és hogyha ilyen egész húsokat, legyen az bármilyen sertéccom, vagy borjúcom, vagy bármi, akkor ezzel a technikával az úgynevezett pálcot bele tudjuk juttatni a húsnak a közepébe. Szerinted hogyan változik a magyar gasztronómia, hogy alkalmazzák előszeretettel? Hát például most mondtad ezt a technikát, mindig jönnek újdonságok. Igen, ugye most ugye van ugye a konfitálás, ugye a szuridálás, ugye az azt mindenki nagyon szereti. Hát tulajdonképpen konfitálni régen a nagymamán is konfitált, csak ugye akkor még nem így hívták, ugye a bő zsiradékba történő ugye sütés-főzés, ugye lassú tűzön. Ugye ez most nagyon divatos, akkor ugye a szuidálás, ugye az még az a lényeg, ugye, hogy tehát vákumozva, tehát a levegőtől a hús vagy a zöldséget elkezdett, le kell vákumozni, és 100 fokon főzöm viszonylag hosszabb ideig. Tehát ugye ezek új technikák, és ugye amikor megvan a szuidált hús, kibontom a fóliából, ugye lecsepegtetem ugye a levétől, leszárítom, és mondjuk egy forró serpenyőből szépen tehát kérget képezek rá, és úgy tálalom. Na megmondom őszintén, én még, tehát mindig jobban szeretem a régi technikát, amikor először kérgezem a húst, és utána sütöm, mert tehát jobban sült jellege lesz neki, hiába kérgezem a szuidált húsnál, utána le a húst, akkor is az a párolt jelleget adja meg. Tehát az is egy nagyon-nagyon finom étedetet szuidálással is készíteni van, ami most nagyon divatos is, de én személy szerint a régebbi típusú technikát azt tehát kicsit jobban előnybe részesítem. Szakmában ugye nagy múltad van, hát Gundel étterem, szakács olimpia, ugye sok-sok szakácskönyv. Vannak-e terveid, milyen elképzeléseid, mondjuk, amit így a közeljövőben vagy az elkövetkező években szeretnél megvalósítani? Vagy most marad ez a szakácskönyv vonal? Hát most ugye ez igazából a járványhelyzetre, ugye, tehát szoktak, ugye, tehát a régen divatos, vagy sőt egyre jobban divatos ugye az úgynevezett magánszakács, amikor ugye felhívnak, hogy gyere, légy szíves, és akkor vagyunk 10-15-en, és akkor magánháznál készíteni ugye ételeket. Ez általában ugye úgy történik, hogy kimegyek házhoz, vagy én viszem az élelmiszert, vagy ugye például ők beszedik. Sok helyen úgy működik, hogy van saját beszállítója, tehát van, aki viszi neki esetleg a tejet, vagy a zöldséget, tehát ilyen biocuccokat. És akkor általában főleg ugye ez azért ugye ismeretség útján megy. Ilyenkor ez úgy működik, hogy megveszik az alapanyagokat, oda megyek, és megnézzük, hogy mi van, ott fejbe össze kell állítani szépen a menüt, és akkor utána jöhet a főzés, csak ugye ezt az időt ezt plusz bele kell kombinálni, megkapom a konyhát, és szépen ebben tudok dolgozni. Amikor jönnek a vendégek, ugye akkor a háziasszonynak, ugye, tehát nem tud a vendéggel is foglalkozni, megfőzni is, és azért alakult ez valaki, hogy a házigazda, a háziasszony azt tudja, hogy a vendégekkel foglalkozni, vagy ez üzleti, vagy bármilyen ugye megbeszélés, vagy család, vagy bármilyen, és a magánszakás, tehát
tulajdonképpen ebben az esetben meg akkor szépen elkészítem ugye az ételeket, amiket megbeszéltünk, és akkor feltálom. Esetleg van, hogy nem mindig van felszolgálva, valamikor itt már segítenek, tehát ők jönnek és akkor segítenek felszolgálni, de a főzés ilyenkor csak az enyém. Na ugye, hát ezek most ugye nincsenek sajnos ugye, és ugye nem lehet tudni, hogy mikor lesz ugye ennek az egésznek vége, hogy addig viszont marad ugye az újságkészítés, ugye az újságkészítés az tulajdonképpen vagyok én, meg ugye vagyok a fotós, tehát tulajdonképpen, tehát ezek hála jó Istennek, ezek még működnek, meg a könyvkészítés is. Úgyhogy tulajdonképpen a jövőt tekintve, hogyha visszaáll az eredeti kerékvágásban minden, akkor tulajdonképpen tehát ezeket a magánrendezvényeket szeretném tovább csinálni, meg mellette az újságokat, meg ugye a szakácskönyveket. Ja, és hát ugye Európában minél most már van egy olyan, hogy jó, vannak ugye a versenyeredmények, most viszont minél több helyre hogy eljussak, tehát minél több háztartásba, és hogy egész Európa szerte ismerik a munkáimat. Szoktak esetleg meglepő felkérések érkezni hozzád, mondjuk hát mondod, hogy az alapanyagokból állítod össze a menüsort, ami úgy azért mondjuk feladta a leckét, hogy vagy különleges kérés, olyan étel, amit nem nagyon szokták készíteni. Vannak olyanok, igen, és általában szokott lenni, még mielőtt bejött ez a járványhelyzet, akkor pont volt egy ilyen nagykövetnek kellett főzni, és akkor tehát megbeszéltük ugye, hogy hány főre ételeket, viszont előtte jött az, hogy van egy hölgy, aki tulajdonképpen laktózérzékeny, tehát többféle probléma volt, a problémája van. Na most ezeket meg kell oldani, tehát ezek azért nem annyira könnyűk, viszont ilyenkor át lehet azokat az élelmiszereket mondjuk, mert ha már megvan a menüsor, és utána derül az ki, hogy mondjuk előtte való nappal, hogy van egy ilyen vendég, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem adok neki semmit se, ugye ilyen nincs. Tehát akkor mondjuk rá azt az ételsort, amit én kitaláltam, tehát a normális ételsort, azt átalakítom úgy egy részét, hogy a mártásban akkor tehát ne legyen benne tejszín, akkor mondjuk rá, hogyha a tészta legyen, akkor ne legyen benne glutén. Tehát csinálok neki hasonló ételt, de azzal a technikával, tehát hogy ő is megesse. Jó, tudom, akkor ismert embereknek szoktál főzni. Szoktak ilyen felkérések lenni, igen. Hát ez az, ami ugye úgy működik, hogy tehát nem az ember bekopogtat, hanem tehát itt ugye a fontosabb bizodalom, mert az embert ott hagyják, mert ugye elmennek, csinálják a dolgokat, és akkor Zoli, de meg akkor főzi benne a konyhába. Tehát itt valami bizodalom azért kell, és meg hát ugye másik pedig ugye valakinek ízlik, ugye, tehát az a típusú jellegét, tehát az az ízvilág, amit én képviselek meg, amit főzök, de nem mindenkinek. Tehát mindenki más típusú, nem szerethet mindenki mindent, tehát ez is benne van a dologban, és ugye akik szeretik azt az ízvilágot, amiben dolgozok, ugye ők szoktak így keresni, és akkor kivitelezzük így a dolgokat. Van, amikor én rakom össze az élelmiszereket, olyankor ugye meg szoktuk beszélni, hogy mi lesz a menü, és akkor én ugye ahhoz képest ugye összerakom az ételeket, mert például ugye a Szent Jakab kagylót se szereti mindenki, tehát ezt meg kell beszélni, hogy mégis, hogy milyen ételek legyenek, és akkor ahhoz képest tud az ember akkor felkészülni.